Sziasztok, itt újra a formában a rovat, és ezúttal a francia nagydíj versenyét vesézzük ki újra Petivel. Hello, üdvözöllek! Sziasztok, szép napot mindenkinek! És hát egy eléggé eseménydús, bár az elején számomra még nem mindig tűnt annak, de ugye az egész nézve elég eseménydús, izgalmas versenyen vagyunk túl. A bukámnak is egyébként nagyon tetszett, úgyhogy hát már bejója. Mert ő sokszor magyar is alszik, még egyszer-kétszer még nálam is volt egy-két éve, akkor nagyon unalmas volt, de nálam nem jellemző. De még ő is dicsérte, úgyhogy már elve jó jel. És az volt a jó, hogy a középmezőnyben is, meg az elején is az izgalmas csaták Pontosan ezt voltak. akartam, pontosan ezt akartam mondani, hogy gyakorlatilag, mintha kettő versenyt láttunk volna párhuzamosan. Az első négy autó küzdött nagy vehemenciával, az első helyekért, meg a középmezőnyben is. Rengeteg helycserét láttunk, mert a középmezőny is nagyon egybe volt, nem voltak nagyon jelentős teljesítménykülönbségek. Igen. Menjünk is gyorsan sorjába, ugye a Haas az megint utolsó 1-2, lehet a súly megint előzte a Mazepint, úgyhogy ez nem egy meglepetés. Aztán Hát a Latifi ugye 18. lett, az se annyira sajnos meglepetés. Bár mondjuk ugye Russell az 12. lett a csapattársa, tehát megint mutatja, hogy van egy kis diffi a két pilóta között. Az mindenképpen van kétségtelen. Bár lehet, hogy kétszer volt ki, most nem tudom, hogy nem láttam jelezve ezt. Nem. Csak kettő pilóta volt kétserésen, az egyik a Verstappen volt, másik meg a Leclerc, ha jól emlékszem. Csak ők ketten vállalták be a kettő kiállást. Ja, igen, Leclerc és a Verstappen, igen, most már láttam. És a Leclerc nem is. Hát akkor meg főkép, azért akkor meg kell dicsérni a Russellt, a Latifit meg egy ennyiben. Továbbra se teljesít nagyon jól, azért 6 hely egy gyenge csapatnál azért sokat számít a különbség. Viszont van, akiket nem kell megdicsérni, azok most sorba fognak következni. Raikkonen ugye 17. lett, a Giovinazzi 15. mind a kettő olyan lassúak voltak, pedig egy kiállással voltak, és nagyon lassúak voltak. Tehát ahhoz képest, hogy az időmérőn ilyen 10. hely környékére tippelgettek sokan, hogy majd lehetnek, aztán ilyen 12-13, bár a Raikkonen ugye megint a szerencsétlen dupla piros-sárga, miatt egy kört nem tud befejezni, hogy múltkor se, bakulj. De attól még a versenyen nem tudtak előre jönni, tehát ahol indultak, gyakorlatilag ott maradtak, tehát nagyon gyengék voltak, sőt, hát a Giovinazzi még följebb, hátrébb is volt, Raikkonen maradt, ahol volt. Úgyhogy ez nem a legjobb, aztán ugye 16. lett a Leclerc, az szerintem neked is egy nagy negatív meglepetés. A Ferrari, az egész Ferrari egy nagy negatív. Hát az egész, de a Leclerc főleg. Hát én azt hiszem, hogy kétszer állt ki, de most megnéztem, hogy ő is csak egyszer állt ki, és ennek ellenére volt egy jó kis héthelyes. Aha, és azért van egy öthelyes diffi. Hát ugye mondtuk itt az előbb is, mert meg is néztem most a Verstappen, meg a... Ja, bocsánat, nem, ja, a Leclerc, igen, elnéztem. Mondtam, hogy Leclerc. És a Sainzzal kevertem hirtelen. De hát akkor látszik, ezek igen szerint nem jött neki jól a taktik. Vagy csak hát továbbra is lassú volt. Hát meg ez a pálya karakterisztika, ezek a gyors kanyarok nem feküdtek a Ferrari-nak egyszerűen. A Ferrari is inkább az utcai pályákon volt versenyképes, mint láthattuk az utóbbi két biztos, igen, az látszott. Ez a pálya egyszerűen nem kevezett a Ferrari-nak, ez tény. Nem volt jó nekik. Hát meg azt mondták a kommentátok, eddig nem figyeltem erre, de kiderült az is, hogy lágyulva a jók. Tehát minél keményebb lesz, annál rosszabb is, itt azért többet mentek a keményen. Így van, keményebb. Ugye úgy estek vissza a kemény keveréken, egyfajtaban előzgették őket. Mert ott se lettek volna McLarennek a mindenki átment. Mindenki, a Renault, a Gasly, mindenki. Igen. Gasly, igen. Hát gyakorlatilag 3-4 csapat az így előzte ezerre. Ja, igen. Sőt, ha úgy nézve a Russell is valamilyen szinten, ma ott volt a Science mögött szó. Hát nem sok volt. Miről beszélünk? És ez gáz a Ferrari-on nézve, az idei formájukat nézve, azért ez gáz. Úgyhogy, mert ez lehet a gyenge motor miatt? Vagy mi lehet? Karosszínű? Nem hiszem, nem. Egyszerűen itt a pályakarakterisztika volt, meg az abroncs. Nem, ugye keményen nem voltak jók, meg ez a gyors, hosszú kanyarok nem jött ki a Ferrari fő erőssége, ami Bakuban, meg Monte Carloban kijött. Lassú kanyarok, meg az egyenesek egy része. Így van. A lassú kanyarokban volt a Ferrari. Ja, az igaz, eddig is látszott. De mondjuk az okon, ugye a 14. Hát ő is egy kis csalódás, ha megnézed Alonso eredményét. Hát igen, Alonso az nagyon harapott. Van köztük basszus 7 vagy 6 hely. 6 hely, mert az sok. Ugyanolyan kiállása. Alonso azért megmutatta, amit tud megint. Ja, és egy kör diffi. Ez durva. Tehát aha, 52-t ment, meg 53-at, tehát valószínű, úgyhogy... Igen, Sainztól lefele mindenkit leköröztek, igen. 11. helytől lefele.
De ez úgy, hogy két kiállása volt a Verstappen, ugye? Így van. Hát, a Cunoda a 13. lát, hát annyiba tudjuk Max megdicsérni, most nem lenne neki semminek és senkinek. Időmérőn ugye azt mondom, nem láttam a legelejét, de nem tudtam miért stoppolták, csak a kocsiját láttam, azt hiszem megállt erre, hát az is belement persze a falba megint. Úgyhogy, vagy a korlátnak. De legalább végig, mert nálam már ez is eredmény. Hát, de nálunk is volt egy sajnán. Hatos difi, úgyhogy azért ez a sok igen, csapaton belül. Igen, ugyanaz az autóban, igen. Ja. Őt azért megdicsérni se tudnánk, de legalább mondhatjuk azt, hogy nem mennek ki semminek és senkinek. Nálam már ez is dicséret. Lassan. Hát lassan sajnos az lesz, pedig Znodától jóval többet várt. Múltkor jó volt egyébként, hetedik lett, azt hiszem. Az hetedik, az egyetlen futamon, meg ment. A legelső. Hét futamon, két futamon ment, ment. Jó lesz, ennyi. Hát reméljük, hát hogy meg ma az javul a elején, helyzet. Meg a szezonnyitó. Hát azt mondom, két futamon, de a szezonnyitó két meg a futamon, múltkori. Hát igen, többet nagyon nem sokat mutatott idén, sajnos ez igaz. Nem, pedig most Olaszországba költöztették, ez volt a bünti, az Alfa Tauri hát központhoz. Tetszett is neki, legalábbis ugye azt nyilatkozta, jó, milyen jó, és akkor azért lett hetedik, aztán úgy látszik. De jó, hát most hátulról indult, tehát család nem lehet tenni a boxból rajtót, azt hiszem, tehát... Igen, a boxból rajtót, igen. De hát, meg azt is figyelembe, hogy nagyon nem nyilatkozhatnak mást. Persze, azt szokottam mondani, hogy így utalni, hogy... Után. Igen, hogy... Hogy jól érzem, hogy az ország? Persze, hogy jól érzem, hogy hogyan érezni meg a persze, máshogy. Tökéletes. Börtönben lenne, akkor is azt mondaná, hogy jó, ez egy tökéletes büntetés most így, hogy persze. Beraktak egy hétig egy kicsit pihenni. Ja, úgyhogy, ja. Én Rászat ilyet már mondtam, hogy dicsőgethetjük, mert 12. helyet, igen. Főleg ezzel a Williams, hát ez nagyon szép. Még igen. Persze jó, mondhatjuk, hogy kellett a Ferrari útra gyengeség, a stb., de hát azért ez nagyon szép volt most tőle. Úgyhogy nagyon jó az, ha a híresztelések igazak, nem tudsz hallottad, hogy Bottas helyére megy jövőre. Hát igen, rengeteget beszélnek. Hát reménykedjünk, hogy így is lesz. Hát igen, megérdemelni, az biztos. Ja, hát ilyen Sainz 11. lett, ő végig jobb volt gyakorlatilag, mint Leclerc az egész hétvégén, ezt még Leclerc is beismerte tegnap, de hát ő se tudott csodát tenni, úgyhogy egy csak van, hát 5. helyről, elzsgetünk. Vagy hogyan, vagy 4. ment hátrafele egyfolytával. Ja, 5. Az ötödikről igen. 6 helyet, hát igen sok. Nem tehetett más, hát nem működött az abroncs, az autós effekt a pályának, úgyhogy... Sajna, erről nem ő tehet nem igazából. Mást. Hát nagyon nem, ő megtette, amit itt tehetett, szerintem igen, így van. Viszont ugye nap, a másik nagy verseny, ez a csalá, ami nem volt a jelöltek között, a Lance Stroll, ugye, aki az utolsó helyről rajtolt, és 10. lett egy olyan autóval, ami nem Merci, tehát azért... kategória, úgyhogy ez... Csak Merci motor lett. Hát a motor, igen, de azért nem az a minden. Hát igen, nem, az biztos, láthatjuk hogy is. Úgyhogy... Így van, szépet ment. Hát, az biztos, hogy szépet ment. Szépet ment, és szépet mentett. Ja. Így van. Igen, de úgyhogy... igen, az Aston egész, az egész Aston Martin csapat nagyon jól muzsikált. Hát, ja, Vettel az 9. lett. Hát az annyira látszott, hogy ők ellentében a Ferrari-val az egyik legjobban használták a gumit, úgyhogy... A kemény abroncsot. Igen, ami 34 kört mentek. Rengeteget mentek a kemény abroncson, igen. Úgyhogy nem volt vele, legalábbis nem jelezték annyira, mint a Hamiltonnak, tehát folyton a defektő féltek már lassan. Ők a nyugiba mentek, tehát így. Ja, 34-5 köröket. Szépen mentek. Hát az autónak valószínűleg jól kezelte az autó az a kemény abroncsot. Ja, akkor ő náluk valószínűleg inkább az a jó. Igen, lehet, hogy náluk igen, van, igen. Tehát lehet, hogy a lány az, ami... Igen. Meg a lassabb pályán. Igen. Bár mondjuk múltkor nem volt az vakuba a Vettel se, szóval, ja. Hát, Vettel bár az egy ilyen keverék, az egy ilyen keverék pálya volt, de jó, igen. Így van, hát meg ugye Monaco, hát emlékez vissza, Vettel 5. lett, egy fantasztikus 5. helyet végigszerzett Monaco-ba is, úgyhogy szerintem Vettel végre kezd újra ő is. Igen, úgy néz ki, hogy már ő is beletalálta a kocsiba, már érzi, és már sokkal jobban kezeli, jobban egyben van vele, ami kötelező ahhoz, hogy jó tudjon Konstanz menni. Hát majd kiderül, hogy folytatja a menetelét, reméljük, hogy igen. Szerintem folytatja, mert most már azért nem felejtette elő autót vezetni. Tehát gyakorlatilag két futam kellett ahhoz, ha azt nézzük, hogy gyakorlatilag mindenki megérez a kocsit. Így előtte Alonso van, aki most már konstans hozza a teljesítményt, és a Renault is egyre jobb, ott van azért a pontszerzők végén általában. Így van. Úgyhogy ez nagyon ez jó volt látni, és néha harcoltak is egymással a négyszeres, kétszeres világbajnok. Igen, jó, az jó volt látni. A Gasly megint hozta azt, amit akár sokszor erről felül, ugye az Alfa Taurival, a legkonstansabb pontszerző, csak dicsérni lehet.
Nagyon szépet ment. És amikor jó a Red Bull, akkor azért látszik, hogy az alapvetően is egy kis csapatuk, tehát persze, hogy az is azért egész jó. És most már szorosabb a középmezőny, mint talán év elején, úgyhogy főleg nagy teljesítmény, amikor ott valaki előrébb tud menni. Így van, nagyon szoros volt most ez a McLaren. Ája, ugye a hatodik lett a Ricciardo, akartam még kiemelni, hogy most ő volt az utolsó, aki most végre úgy látszik, hogy megérezte a kocsit, nagyon sokáig a Norris előtt volt, úgyhogy... Csak igen, és kizárólag a taktika döntött kettejük között, tehát hogy... Ja, mert szóval a Norris az később állt ki, van mi eset, és akkor... Igen, később állt ki, és ezért tudott a végén gyorsabb lenni, mint a Ricciardo. Hát látszott is, hogy jelengedte, úgymond, tehát... Elengedte, igen, de amúgy a Ricciardo most ő is... Most nagyon jó volt. Ő is most a 11. helyről rajtult, vagy honnan? Aztán hát 6. lett. Igen. Tehát így a 10. tehát valott a végéről a pontszerzőknél, és neki előre jött szépen Norris is. Mi jó. És egy csak gratuláció. Amilyen rosszak voltak az időben, annyira jók voltak. Igen, most a McLarennek feküdt a pálya is valószínűleg. Uh-huh. És most újra átvették. Hát meg lehet, hogy a kemény gumi náluk is, nem? Lehet, hogy kemény gumi az, ami... Hát igen, végül is, igen, ez lehet, de McLaren, hát most viszont jó kezelt szerintem mindenféle aproncsot. Uh-huh. Így azt mondom. Csak most jó sok pontot hoztak, akkor ott vannak a Ferrari fenekén. Úgyhogy... Hát most ők meg is előzték őket. Meg is előzték? Ja, persze, meg is előzték őket, látva, visszavették a harmadik helyet. Hm. És most újra ők a harmadik erő. Ez a pályán komoly. Is, a pontversenyben is. Egyébként, hát igen. Ma azt idézték, ami eddig is legtöbbször ott jelen volt, hogy akár harmadik erő lehet. Igen, csak az utcai pályákon nem mentek valamiből. Nekik hát igen, náluk Merci motorra, nekik úgy látszik kell a... Ők akkor mentek gyengén, mikor a Ferrari erős volt. Igen. Ez egy jó viszonyítás alap lesz a közeljövőben. Igen. Versenypályatípusoknál, akkor na, melyik, hogy megy, és akkor, aha, akkor így már értjük. Hát igen, bár most Ferrari azt mondták, hogy idén már nem fejlesztenek többet, azt nyilatkozták most a napokban. Ahogy? Viszonyíték a... Hát, hogy idei évre nem fejlesztenek többet, mert minden erejüket a jövő évre fordítják. Igen, azt hallottam is, hogy valami szupermotort fejlesztenek, ami nagyon jó lehet, hát kíváncsi leszek. Így van. A jövőre akár mitől lehet, hogy a Haas is lehet top 3, nem tudom, hát jövőre olyan van sok változás lesz, hogy hát majd kiderül, hogy... Hát igen, az... De hát gondolom, a nagyobb csapatoknak több az esély, hiszen több pénzt költenek. Tehát... Persze, hát még a nagy csapatoknak jobb, de majd meglátjuk, de most élvezzük ezt az évadot, ami szintén nagyon izgalmas. Persze. Ugye volt az, hogy a negyedik lett, ami hát egy dupla tökön rából lövés volt itt a Mercedes részről, ugye egyrészt biztos. Ugye látható volt, hogy ki kell venni, mert ugye mind a két Red Bull két különböző taktikán volt, de mind a kettő ugye előnybe volt, igen. Hát, mert ugye gumi előnybe voltak. Az egyik úgy, hogy később vált ki, eltolt, a másik meg duplán, tehát értettem, hogy a Bottas legalább miért nem hoz neki, aki 60 szekkel volt a Norrisék előtt, és egyszerűen legalább az egy pontért, tudod, szóval hát az ő döntésük volt. Igen, de akkor ezt meg kell tenniük, most nem sok a Verstappen kiállása után. Igen. Egyik mind a kettővel, igen. Igen, és akkor talán lehetett volna még reagálni. Gondolkodtattak volna, Bakuban mi volt? Ketten is kiestek a vége fele? Nem baj, megpróbálunk még a rulettet, az orosz rulettet, tudod? Na, szerencsük, hogy nem kaptak mi azt hittük apuval, hogy itt olyan akár dupla drágával, akár elműtönnek, hogy az nyomta jobban a végéig a veszély miatt, hogy itten defekt lesz. De ott a szerencsük, hogy nem volt, hogy te elműtön faktor, hogy szoktak ott mondani, de hát akár lehetett volna, akkor pedig nulla. Most válasz, hogy melyik a jobb, a nulla pont, vagy a még a plusz egy pontot is megszerez be a jobb helyezés. 18, igen, hát ezt eltaktikázták elég kemény a hát mercé, igen. Hát így jöttem. Hát gyakorlatilag így mindenképp vesztettek akár, mert lehet, hogy a plusz egy ponttal, hogy akkor egy ponttal többet is szerez, ha kiáll, tehát nem az, hogy még rosszabbul járna, hanem vagy ugyanúgy akár még akkor is jobb lenne, mert ugye valószínűleg frissebb. Mert látható volt, hogy egy frissebb gumival a Merci, vagy akár csak egy azonos erejű gumival a Red Bull szintjén volt, tehát körülbelül egál szinten voltak, azért ez látszott, amikor tudod, az elején, közepén mentek körülbelül hasonló gumikkal. Erről nagyjából hasonló tempóra voltak képesek. Követték egymást egy-egy szekkeken belül, de mind a négy kocsi, vagy mind a három, mert a Perez elején egy kicsit lemaradt, de én gondoltam is, mondták kommentáltak, hogy lehet, hogy taktika szempontjából a végére van, közeledett folyamatosan. A Perez az gumimágus, úgyhogy... Igen, és ezért volt olyan hosszan menni. Ők ugyanaz a taktikát követtem, mint a Norris. Úgyhogy sokáig kimaradt, és ez volt a végén. És itt lett ugye a harmadik, meg hát így le is előzte a pályán Bottas, akinek már nem volt a gumiai.
Igen, Rájuk is hát szétdob. kiabált a csapatnak a Bottas, hogy hát én már a közepén vagy az elején megmondtam a versenynek, hogy két kiállás kell, miért nem? Mert ő közben gondolom rájött, hogy legalább az egy pontot, legalább vagy ő, vagy akár Hamilton előtte meg tudtam volna szerezni. Hát így is úgy negyedikek lettek volna, ő már akkor látta, tudta ezt. Nem lehet kivédeni egy ekkora difit. És akkor rá is mordult. A Hamilton az már próbált ilyen piszív lenni, hogy ne tudom, kiderüljön a nagy közönség felé, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk, ha most ez volt, nem tudunk többet, de tudtatok volna akár többet is, ugye? A legrosszabb Hát... esetben szerintem az időkülönbség körülbelül ugyanennyi lett volna, hogyha ugyanúgy kiállnak. Tehát ennél csak Hát jobb, lehet. vagy ugyanez lehetett volna, de... Az lehet, csak az lepte meg őket szerintem, hogy a Verstappen kiállt, és nagyon elég korán állt ki a Verstappen a második, egyébként már a igen, második azt én meg nem cserére, értettem még, mert azt hittem, hogy később fognak kicsit kiállni. És ebből olyan satukba fogták a Mercit ezzel a taktikával, hogy hihetetlen, mert a Merci azt gondolták, hogy egyszerűen képtelenség kiállni még újra, mert úgyis kibírek az abroncsok, akkor minek álljanak ki. És gondolták, hogy elég lesz az előny. Esetleg. Elég lehet. Kockáztattak, és nem jött be nekik. Hát csak ezt vagyis szerintem, ők elvileg figyelik a nem többi csapatot. Ha csinálják a többi, igen. Figyelik a többi csapatot, és mindenki panaszkodott, mindenki végig, hogy ez nem fogja kibírni, meg már az ő versenyzők is már végig, akkor a Verstappen is mindenki panaszkodott, hogy ezek már látták a felénél, hogy igen, ezzel nem megyünk végig, és full sebességen tudja, hogy nem. Úgyhogy, vagy ha a végig is, akkor arra szólás lesz a végén. Hát csak tudod, az van, hogy azért úgy vettem észre, azért inkább elkerüljük a kerékcserét, ha lehet, mert egy kerékcserében mindig benne lehet a kockázat az, hogy elrontják. Ja, az igaz, persze. És meg ugye itt egy lassabb akkor kerékcserő volt, hogy 60 esetleg egy lassabb km/h. kerékcsere, esetleg kies kerékanyag, és akkor az egész verseny oda van. És ja. Ezt így vagy beragad, mint a Bottasnál, és 3 napig leszedik. Hát igen, az eléggé abszurd eset volt. Igen. Hát vagy, meg most ilyen lassabb volt a box utca, azt mondta, hogy 60 volt a 80 helyet, de ennek hát, ráadtak ilyen 25-re sokan kihozták összességében. 25, tehát... igen, igen, ugye 25, ja. Igen, 25 másodpercbe került egy box kiállás, hogy átlagosan így van, ki is írták. Hát, jó, de Hamilton nem is volt annyira boldogtalan, legalábbis ugye ő lett nem a második. Annyira nem volt, nem, igen. Nem. Pedig félig meddig mondhatjuk, hogy az ő pályuk, de szerintem majd inkább a belga, az angol, stb. Hát tudod, most az van, hogy szerintem most már, így látva a mostani erőviszonyokat, egyik pályára sem lehet rámondani, hogy ez biztos, hogy Merci pálya. Most már. Hát max egy ilyet, hogy ilyen tájja, hogy angolok mondják, ez az egy döntetlen körüli. Legfeljebb, igen. Igen. De most látod a kanyargós pályákon. Red Bull van előben. Ezeken a... Hát az eddig is így volt, meg a lassú pályákon, az eddig egész esetleg, 10 éve esetleg, így van legfeljebb, szerintem. Esetleg legfeljebb egy olyan pálya, mint Monza, vagy legfeljebb ilyenek lehetnek, mert hát pályák, de hát most már a motor se. Esetleg annó a török, de hát ugye az most nem lesz, török. Nem lesz, vagy lesz? Nem lesz, igen. Azt mondjuk, nem lesz. Ja, az helyett lesz a stíriai metélt pálya, ugye az osztrák második pályája. Stáliumot, igen. Úgyhogy angolban hát is stíriaként van írva. Ja, a Red Bull most összehozott egy jó csomagot nagyon. Hát igen, általában a Honda motor nem sokkal gyengébb, vagy szinte egál. Így van. Mondjuk ez látszott a Gastitól kezdve a sorba előzték le a ferkát könnyedén, mert jó. Azért, hogyha mondjuk erősebb lenne a Ferrari motor, biztos nem lenne olyan könnyű, még akár a gumi miatt is, de simán úgy mentek el, mint vaj. Későn, úgyhogy... Igen, ezt lehetett látni. Most összeszedik magukat. És ráadásul megbízhattuk a kis így eddig, mert nem voltak nagyon ilyen motorhibák. Ja, igen, tavaly előtt volt jó pár. Főleg tavaly, jó. Igen. Ma akkor sem volt sokszor rossz a Verstappen, csak hát füstölés. Hát igen, mert észrevetted azért, hogy ezen a versenyen, ha jól emlékszem, nem volt kieső. Ja, végül is egyes, nem volt. Nem volt, nem volt kieső. Hát tényleg, elég érdekes. Még azért voltak egyenesek is, kanyarok, tehát igen, azon igen, az igen. Ember, hogy a hát, kékeket, a motort is megdolgoztatja. Megbízható volt, megbízhatóak az technikák. Most Már sokan inkább. Cseréltek, azt mondták, hogy sokaknak új motora volt, és emiatt, mert tudod, amikor kiestek, vagy a végerők elfajta, lehet, hogy ez is benne volt azért. Hát ez igaz, mert az azeri pálya eléggé megmúzza az autókat, az biztos, mert az egy kíméletlen.
Hát az, Na, aztán minden minden, van, éles kanyar, így a veszélyes fékekhez, részek, igen, mutat 3 pontosan, kilométeres igen. célegyenesítő. Szégyen, igen, az nagyon Szóval. megteri az autókat, meg mindent, technikát, és tehát igen, ez a francia pálya azért nyilván nem, annyira azért nem, Annyira, kimérve. igen. A napverseny És az te az végül ugye alkalom csapkodsz. Verstappen lett egyébként, de necces volt, hogy nem a Norris vagy Ricardo lesz, azok is tényleg, vagy Ricardo no, volt, bocsánat, így nem van, igen. Norris, ki volt a másik héten, nem a Norris, Ricardo, jól Ricardo. mondod, igen, ő Igen, volt. meg még volt valaki a sütelmi teszem, de Ők hárman talán voltak nem tudom, most dobogóson. hirtelen, most sem Két teszem a hirtelen, de. Verstappen és a két McLaren pilóta volt az Akkor első Norris, hogy akkor három. Norris is volt, ja. Norris, azt mondom, igen, ő volt a harmadik ezen a listán, nap versenyzője Igen. Ebből is listán. látszik, hogy a McLaren, a többiek is látták, hogy meg is fejlődött. Nagyon szépet mentek, Úgyhogy. igen. De azért az nem túl jó tendencia, hogy nagyon-nagyon le, a Az nagyon-nagyon van, középmezőny igen. lemaradása, Egy mert ha perc majdnem. észrevetted, a Bottas és a Norris között 1 perc volt kereken. Igen. Így, tehát ez eléggé Hát a nagy. végére csak 50 lett, de előtte végig 60, valószínűleg azért, mert hogy már 50. romlottak teljesen a Bottas gumiai, Hát de jó, egy egyébként perc az konstans igen általában nagyjából. 60 volt, igen, és elég sok. Viszont ennek ellenére csak, itt mondhatjuk, hogy csak a 10. helyig volt lekörözés, a 11. helyig, úgyhogy az Jó, meglepő, igen. de mert utána szoros volt azért viszonylag, tehát Szoros volt a utána középmezőn, 10 igen, szeken így van. belül volt 10 ember, tehát majdnem, tehát Igen, kb. de igen. 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 És hát a következő az osztrák futamra mit vársz így röviden, hogy Fú, hát elvileg Red szerintem Bull ott is pálya, elvileg, legalábbis szerintem eddig nagyon az jó lesz, volt. szerintem nagyon jó lesz a Red Bull, az ez Meg hazai pálya, kétségtelen. tehát. Főleg, szerintem biztos, szerintem most már kötelező volt nyerniük, szerintem idézőjelbe. Úgyhogy szerintem mindenképpen az lesz, hát a Merci az megint Még fölköthetje a mindig a kevesebb, gatyáját. mint a harmadán vagyunk túl, úgyhogy az idénynek, úgyhogy még bármi lehet egyébként így Mindig, még összetettbe. mindig azt, mi mindig azt mondom, hogy nagyon az elején vagyunk a szezonnak. Hát igen. És még igen, és bármi lehet, az biztos, hogy valószínűleg a Red Bull és a Merci a továbbiakban Az is biztos. dominálni fog. Így a McLaren meg a Ferrari esetleg elcsípetel ki egy-két dobogót, meg talán a Gasly, talán még, meg ha van egy kis szerencséje, Hát akkor annyi, hogy most szerintem. az osztrákon lehet, hogy ugye azért jobban meg is lehetek ezek a fékek, motorok már a tavalyi pár, tavaly előtti év, meg tavaly is talán volt osztrák, most nem tudom, így hirtelen. Volt 2 tavaly is, De ja, igen. akkor is kettő volt, ja, hogy talán ott jobban használva lesznek ugye a fék és motor Az biztos, mert az rendszerek, úgyhogy. erőpályának mondható, erőpályának is Hát meg mondható. magasan van 1,8, hogy mit mondtak, kilométer, úgyhogy. Ja. 800 méteren van Vagy kávé, 800? azt 800, mondják. 800. 800-at mondtak kávé. Hát igen, Ja. eléggé magas lati pálya, igen. Úgyhogy, hát majd kiderül, hogy Igen. mi lesz. Hát azért én ott is izgalmas utamot várok. Ja, én is azért. Úgyhogy. Alapvetően unatkozni nem fogunk, az biztos. Nem. Csak mondjuk, amikor kétszer olyan, ugyanolyan verseny van, akkor a második sokszor unalmasabb, tudod. Bár ha Az mondjuk a igen. második meg esőben lesz, akkor itt is majdnem eső volt, ugye délután még esett az F3-on. Hát ki tudja, Van rá lehet, hogy úgy esélyek. lesz, hogy az egyikben, ugye az a hegyekben van majdnem, tehát Hát a hegyek között bármi lehet, így van, így van. meglátjuk. Ott leszakadhat az ég az Alpokban akármikor. Igen. Hát reméljük, hogy az is izgalmas lesz. Ja, akkor köszönöm, hogy beszélgethettünk, meg akkor búcsúzunk a nézőktől is, és hát akkor majd legközelebb is találkozunk. Remélhetőleg Köszönjük a majd ugyanígy figyelmet. duplán duóban, vagy akár hárman is, majd kiderül. Addig is mindenkinek jó szurkolást a foci EV-re, meg a Forma 1-re is. Én is csak ezt kívánom mindenkinek. Jó szurkolást! Ja, úgyhogy búcsúzunk mindenkitől, sziasztok! Sziasztok!